Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Mai témánk az új bortörvény, új időszámítás kezdődik a szőlő és borágazatban. Ugye az elmúlt esztendőben fogadta el az országgyűlés azt a törvényt, ami most augusztus 1-től lép hatályba. Ez azt jelenti, hogy új rendszerbe integrálják a hegyközségek, a NAV, az Agrárminisztérium és a NÉBIK adatbázisait, és gyakorlatilag e-pincekönyv jön létre. Regisztrálni kell, és így tovább erről fogunk beszélgetni, vendégem pedig Dinnyes Ferenc, a Neuhegyi Szent István Borlovagrend nagymestere, tisztelettel köszöntelek. Nos, hát ugye úgy fogalmaznak a törvényben, hogy a cél a magyarországi szőlő és borágazat hatékonyságának, fenntarthatóságának és jövedelmezőségének javítása, valamint az adminisztrációs terhek csökkentése, ezt üdvözölni tudjuk egyértelműen, ugyanakkor az is fontos, hogy a borászatoknak mivel kell megbirkózniuk, hiszen 1-től ugye ez kötelező teljes egészében. Mi mindent kell tenniük a fehérvári, meg általában a borászatoknak. Köszönöm szépen a meghívást és ezt a beszélgetést. Én onnan kezdeném, hogy miért is van szükség általában egy törvényre. Tehát a törvénynek az a célja, hogy egy olyan gazdasági társadalmi jelenséget szabályozzon, támogasson, vagy valamilyen módon kontrolláljon, ami túl nagy réteget érint, vagy széles eseményeket kontrollál. A másik lehetőség az, amikor egy törvény már létezett, tehát ezt az eseményt, ezt a gazdasági jelenséget már szabályozta valamilyen módon, de az idő miatt valamiért olyan változások tömege történt, ami miatt célszerű ezt újra szabni. Most a bortörvény esetében ez történt, hiszen egy elég átfogó bortörvényt kellett kialakítani az EU-ba a lépéskor 2004-ben. Ez a bortörvény azóta sok kisebb-nagyobb módosításon ment keresztül, mindenféle rendeletekkel megtűzdelve, tehát az átláthatatlanság is már felütötte a fejét ez alatt a 16 év alatt, és ezért kellett ezt a tavaly decemberben elfogadott új törvényt bevezetni. Még egy dolog itt a borral kapcsolatban. Tudjuk azt, hogy a bor az a jövedéki termékek kategóriájába tartozik. Igen. Tehát emiatt nagyon szigorúan kell szabályozni a forgalomba hozatalát, az egésznek a életútját. A másik, ami szintén a borra jellemző, hogy élelmiszeripari termék. Tehát minőségbiztosítást is kell, a fogyasztóvédelmet kell garantálni ennek a törvénynek. Tehát ez a törvény a borra emiatt is nagyon fontos. Így van, a fogyasztóvédelmi rendszer rendkívül fejlett és jól működik Magyarországon, de nyilvánvaló, hogy azért a kis és nagy borászatoknak is egyre nagyobb szükségük van arra, hogy ha szeretnének eladni, már pedig ez nagyon fontos szegmense a borászatnak, akkor igenis legyen egy megbízható minőségbiztosítási rendszer, amelyet törvény szabályoz. Igen. Nos, visszatérve a régi, a 2004-es törvény és a mostani törvény közötti különbségekre, hát egyrészt ugye az elmúlt időszakban a 16 év alatt felgyülemlett módosítások, változások, rendeletek egy új formába öntve kerültek bele a törvénybe, jóval kevesebb jogszabály született a törvényben. Ugye törvénnyel azt szokták szabályozni, ami nagyjából az egész iparágra érvényes, ritkán változik, hiszen a törvénymódosítás azért nem olyan gyorsan lemenő folyamat, és vannak olyan részek, amelyeket különböző rendeletekkel, miniszteri rendeletekkel szabályoznak, hiszen a területtől, időponttól, évenként változóan kell ezeket szabályozni, vagy lehet ezeket szabályozni. Mondok egy példát, tehát azt törvényben szabályozni, hogy mely területen, mikor és milyen szőlőt érdemes, vagy lehet telepíteni, vagy hogy mikor kezdődjön a szüret, vagy milyen cukorfokkal lehet egyáltalán indítani a szüretet. Ez nyilván nem törvényben, hanem valamilyen miniszteri rendeletbe kell szabályozni. Most az új törvény az ráadásul három rétegben képződik, három rétegben jött ki. Ugye van a országgyűlés által elfogadott törvény, aztán van egy kormányrendelet emellett a törvény mellett, ami aztán jóval később jött ki, mostanában jött ki, és van még a miniszternek is hatásköre, tehát ő is rendelhet el bizonyos szabályozásokat, részletszabályozásokat. Tehát ilyen szempontból, ha az egész törvényt nézzük, nagyon nagy újdonságok nincsenek benne, csak rendszerezettebbek lettek. Üdvözlendő az a cél, hogy kisebb legyen az adminisztrációs teher, gördülékenyebb legyen, átláthatóbb legyen. Ugye én két dolgot emelnék ki ez ügyben, ugye szóba került már itt az e-pince könyv. Igen, ez egy elektronikus adatbázis. Alap nyilván. Igen, tehát ugye a korunk azért kicsit közelebb került a digitalizációhoz, tehát sokkal dinamikusabban lehetne kevesebb teherrel nyilván tartani ezeket a dolgokat, és ez nagyon jó irány.
Itt zárójelben megjegyzem, hogy szokták mondani, hogy de hát a borászok azok általában nem igazán állnak közel az elektronikához vagy az informatikához, és ez lehet, hogy nehézséget okoz a hagyományos papíralapú dolgokhoz képest. Én a borversenyeken tapasztaltam, hogy már ott is elektronikusan, nem csak bírálunk, de nevezéseket is elektronikusan fogadjuk el, és bizony a 95%-a a nevezéseknek már elektronikusan jön be, hiszen ha ügyesen meg van csinálva a rendszer, akkor ez könnyebbséget jelent. A mi esetünkben, ugye most jött ki a törvény, arra a határozatok, rendeletek azok éppen augusztus előtt, tehát a hatályba lépés előtt, ezért a törvény maga is biztosít egy türelmi időt. Tehát egyrészt ez igazából nem rögtön lép életbe, az idei szünetre például még teljes mértékben a korábbi törvények vonatkoznak, majd 2022-ben vizsgálják meg, hogy addig hogyan alakultak a dolgok. Ráadásul az e-pincekönyv az csak a nagy pincészetek, azt hiszem a 20 000 hektár fölötti pincészetekre vonatkozik. A többiek persze választhatják, tehát kistermelők is választhatják, de valószínűleg majd eldöntik, hogy nekik melyik jelent többet vagy kevesebb terhet. Én azt gondolom, hogyha ez beválik és tényleg gördülékeny lesz, akkor ez könnyebbséget fog jelenteni. Ez az egyik újítása ebbe a törvénybe. A másik, ami az én véleményem, és néhány borásszal beszélgettem erről, szintén gördülékenyebbé teheti az egész folyamatot, hogy eddig csak a Nébiknek a laborjaiba lehetett bevizsgálni a bort. Ugye ahhoz, hogy minőségbiztosítással kereskedelembe kerülhessenek a borok, előtte be kell vizsgáltatni minden évjáratot, tehát ez kötelező dolog. És ugye a laborok korlátozott száma miatt nem mindenki volt elégedett az áteresztő képességgel. Az új törvény lehetővé teszi, hogy akkreditált, de magán laboratóriumikus elvégezhessék ezeket a vizsgálatokat. Ezáltal valószínűleg nagyobb lesz az áteresztő képesség, hamarabb tudnak piacra kerülni. Remélhetőleg ez a cél be fog válni, de ezt is majd az idő dönti el, hogy ez, ezeket a reményeket valóban megvalósítja. Nem feledkezhetünk meg róla, hogy ugye 22 hazai borvidék van, 65 000 hektár borszőlővel beültetett területről beszélünk, és 46 000 tagja van a hegyközségeknek. És azt gondolom, hogy ez 2016-as adat, de ez nem fog változni, sőt, én azt hiszem, hogy egy olyan ágazat a szőlő és borágazat, ami folyamatosan fejlődik, és hála Istennek azért, ha kitekintünk külföldre, egyre népszerűbbek a magyar borok, ezt számtalan borverseny is bizonyítja, és tehát a cégeknek is fontos, hogy tiszta lappal induljanak ebben az értelemben, az e-pince könyv segítségével, de mit jelent ez a kicsiknek, ugye nem kötelező. Uh-huh. És az imént említetted, hogy a bevizsgálás is helyzete is változik, ez nyilvánvaló, hogy egy borrend számára is könnyebbséget jelent, de mit jelent a gazdáknak? Én azt gondolom, hogy a nagy gazdák, tehát a nagy termelők azok rendelkeznek olyan apparátussal, akik ezeket a folyamatokat már korábban is szabályozták, és egy viszonylag könnyű átképzéssel ezeket meg tudják oldani, hiszen ott általában erre dedikált szakemberek vagy munkaerő van. A kis termelők esetében én azt gondolom, hogy a nagyon kis termelők azok nem biztos, hogy be fogják vezetni az e-pincekönyvet, legalábbis nem a közeljövőben. Ennek annyira le kéne egyszerűsödni, vagy olyan szintre, hogy akár a telefonon keresztül meg lehessen ezeket csinálni. Tehát nem mindenki fogja ezt most számítógép előtt megvalósítani. De a közepes, és akik piacra egyáltalán termelnek, tehát nem csak házi fogyasztásra, azok előbb-utóbb szerintem rá fognak állni az e-pincekönyvre. De itt megragadtam ennél a általában említett gondolatnál, hogy 22 borvidék van, rengeteg pincészet van egy-egy borvidéken, és általában a legtöbb nagyobb pincészetnél, de akár a kistermelőknél is fél tucat, de akár egy tucat szőlőfajta, borfajta van. És a magyar bor marketingért, én a marketingbizottságnak is tagja vagyok az MBOS-ben, a Magyar Borrendek Országos Szövetségébe, és ott is foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, hogy a magyar borok nemzetközi elismertségének és piacra jutásának a lehetőségét azt korlátozza ez a fajta nagyon nagy megosztottság. Mert ugye hiába van egy-egy borvidéken több gazdának is, mondjuk nem akarok nagyon fajtákat megnevezni, mondjuk az írsai olvér vagy a cserszegi fűszeres, ami mostanában divatos fajta, ezek nem mindig összemérhetőek így, hogy mindenki saját maga készítgeti. Tehát ahhoz, hogy piacképes legyen, nagyobb mennyiségbe tudjon jó minőséget, kiszámítható minőséget és mennyiséget is termelni a magyar borágazat, ahhoz célszerű lenne hosszú távon, nem egyik napról a másikra, eljutni arra, hogy borvidékenként specifikáljuk, hogy mely szőlőfajták lesznek a dominánsak és mely borfajták.
Ugye ma is vannak ilyen szabályok a bortörvényben, hogy a hegyközség, a hegybíró és a hegyközségi tanácsnak a döntése szükséges ahhoz, hogy milyen szőlőt, milyen újfajta szőlőt lehessen telepíteni, vagy egy régi helyett egy újat, vagy bővíteni. A törvény szabályozza azt is, hogy egy-egy meglévő szőlő ültetvény milyen távolságában lehet akár más növénykultúrát termelni, pont azért, hogy a minőséget tudják biztosítani, főleg ha oltalom alatt álló területről van szó. De célszerű lenne, és ez a törvény ezt nem célozta meg még, célszerű lenne valamilyen módon, talán nem jó szó, lehet, hogy ijesztően hangzik, de ösztönözni, nem korlátozni, ösztönözni a gazdákat arra, hogy ne 2 tucat félét termeljenek, hanem inkább egy picit koncentráljanak a minőségebbekre. Igen, hát ez a nagyapáink öröksége bizonyos értelemben, de igen, és ehhez kapcsolatban nem feledkezhetünk meg, hogy az csak nem 120 milliárd forint a bevétel ebből. A nagy borászati cégek nyilván ebből sokat elvisznek, de ez nagyon-nagyon fontos kérdés, amit említettél. Van erre szándék? Vagy pedig a kisborászatok azt mondják, hogy igen, a nagyapai örökséget, illetve azt, ami eddig is megvan, azt megtartjuk, vagy ők is úgy gondolkodnak, hogy kisebb léptékben ugyan, de azokat a népszerű borfajtákat vagy szőlőfajtákat fogják majd elültetni, ami aztán a később sokkal több hozama van. Hát ez jó kérdés, hogy van erre készség. Vannak borászatok, akik ezt belátják, és próbálnak ez ügyben tenni, és nyilván vannak olyan termelők, akik ragaszkodnak ahhoz, hogy de hát eddig is volt 6 fajtám, igaz, hogy csak 2-3 hektó van belőle, de hát akkor is küzdök vele. Most akik úgy saját fogyasztásra, vagy tényleg ilyen családi termelésre, családi fogyasztásra termelnek, ott ez nem igazán mérvadó. A legfeljebb olyan szempontból, amit említettem, hogy mely szőlő ültetvény mellett milyen más fajták maradhatnak meg, ugye nem szerencsés az, hogyha nagyon keverednek a fajták egy szűk területen, oltalom alatt álló területen nem is lehet akármilyeneket telepíteni. De a nagy pincészeteknél azt gondolom, hogy egyre többen érzik úgy, nem akarok most itt borászokat meg, de nagy borászok is érzik így, hogy ezt a lépést fokozatosan meg kéne tenni. Nyilván nem egyik napról a másikra. Tehát az új szabályok alkalmazása, a felkészülés megkezdődött, ugye ez a szüretet nem zavarja már meg. De nem, mert nem, az idei szüretre még a régi törvény érvényes, pont azért, hogy türelmi idő legyen, ne legyen ebből gond. No, ha már itt tartunk, akkor nyilvánvaló és a sokszínűség, ugye ott voltunk a Pákozdon, a Lichpincészetben, végigkísértük azt a folyamatot, ezt a borversenyt, amelyet a Nógyegyi Szent István Borlovaglend szervezett közösen a Velencei Szent Benediktusszal, és beszálltak az adonyiak is, hála Istennek. Érdekes volt látni, hogy milyen sokszínű a kínálat, és hogy egyre jobb a minőség. Egy kicsit beszéljünk erről, hiszen régen volt olyan borverseny, ahol ilyen nívós kínálat volt. Ugye ott az eredményeken is látszott, és ugye a beszámolónkban láttuk, nem tudtunk mindent megmutatni, mert hogy ennyi aranyérem, meg ezüst, bronz. Igen, nagyon sok volt. Milyen tapasztalatokat gyűjtöttetek egy ilyen borverseny? Mit hoz? Ugye az előzmény az volt, hogy a pandémia miatt nem tudták, ők sem, a többi borrend, illetve az adonyiak tartottak, de a velenceiek nem tudták megtartani a saját Orbán nap előtti borversenyüket. Mi sem tudtuk az öreghegyi borpustrát, ugye oda be is kell hívni a vendégeket, illetve a termelőket, hogy beszélgessünk a borokról. Ezért kitaláltam, hogy jó lenne, hogyha valami nagyobb szabású borversenyt csinálnánk, hiszen többen, már sok borász mondta, hogy valami borverseny kéne már, mert az idei borok, illetve a tavalyi borokról nincs semmi minősítés. Kezdetben volt egy kis sóckodás, hogy hát jó, de hát akkor így összemossuk a dolgokat, stb. A utózengéje a dolognak az, hogy ebből csináljunk hagyományt. Tehát, hogy tényleg a megyei borrendek próbáljanak egy ilyenfajta nagyobb léptékű borversenyt megvalósítani jövőben is. Na most az eredményekhez, az, hogy a minőség ilyen jól sikerült, azért hozzájárult az, hogy igyekeztünk azért elkerülni azt a problémát, hogy túl sok bor bekerüljön, amit egyrészt bírákkal sem bírtuk volna lefedni, hiszen azért megfelelő mennyiségű szakértőt kellett meghívnunk ahhoz, hogy bírálják a borokat. Nyár lévén azért nem lehetett itt 500-as tétellel gondolkodni, mert az rengeteg bíra kellett volna. Ezért húztunk egy alsó határt. Tehát például, ahol már volt borverseny, ott olyan borokat fogadtunk be eleve a versenyre, ami hát ugye a felső ezüst vagy arany kategóriában volt már, illetve a többi borászoknál is úgy szabtuk meg a határokat, hogy lehetőleg annyi tétellel és úgy nevezzenek, amit valóban érdemesnek tartanak a borra. Mert ugye egy kisebb borversenyeken tényleg elhoznak egy 50 literes tételt is. Igen. Ide ilyenek nem kerültek. Legtöbb bor a
nevezett tételeknek a 90%-a az kereskedelmi forgalomban is megjelenő tétel, tehát már ez eleve ad egy minőségi garanciát, hiszen akármit nem lehet a kereskedelmi. És ne legyünk álszentek, egy ilyen borverseny már mint az eredménye azért marketing szempontból is fontos. Hát én azt gondolom, hogy a borászok arcán lehetett látni a diátadon, hogy mekkora elismerésnek tekintik ezt a minősítést, hiszen tényleg országos és nemzetközi hírű bírák voltak a zsűribe. Ennek tükrében egy ilyen borverseny, ugye arról beszéltünk, hogy fontos, a gazdának is fontos, de ha az eredményességet nézzük, ugye nem baráti alapon kapja valaki az aranyérmet, ez teljesen egyértelmű. Nem is tudtuk, hogy ki a bor. Világos, hát azért mondom, hogy azért ez sokat jelent. Igen. Hát aki jó, ki tudja ezt használni, hiszen mindennek annyi az értéke, amennyit vissza tudunk vele forgatni, hát a marketingnek és itt a bornak is kell cégér, akárhogy is nézzük. Az a célja, hogy valamilyen módon azt az elismerést, amit a adott gazdabora kapott, azt a fogyasztónak tudomására hozza. Hát erre számos megoldás lehetséges, akár kiteszi a pincéjébe, vagy a web, most már van internetes Facebookja, weblapja, ott is tudja ezt meghirdetni, de felajánlottuk a gazdáknak azt is, hogy a szokásos kis körcímkét ráragaszthatják a borukra a minősítéssel, tehát arany, ezüst, bronz, vagy nagy arany, mert abból is született kettő. Az elmúlt időszakban számtalan változás történt a Nóihegyi Szent István borlovagrend életében. Ugye a nagymester elhunyta után Mészárovics Imre, Isten nyugosztalja, is sokat tett azért. A vezetéseddel viszont szintén egy jó néhány olyan változás volt, ami elősegíti a borrend működését. Melyek a legfontosabbak? Melyek azok, amelyek a következő időszakban is sokat segítenek abban, hogy elismert is, ne csak ismert, hanem ugyanúgy, ahogy eddig elismert legyen ez a borrend. Hát én azt gondolom, hogy azzal, hogy mi a borversenyek megszervezését azt elég erősen támogatjuk, és én magam is részt veszek benne, ez nagyon sokat jelent a borászoknak és a közönséggel való kapcsolatnak is, tehát a fogyasztóknak. Én egyébként a másik nagyon fontos dolgot tartok a borrend élete szempontjából fontosnak, a megújulást. És itt arra gondolom, hogy az utánpótlást, a megfiatalítást, hiszen mi is ugyanazzal a problémával küzdünk, mint a legtöbb borlovagrend, hogy az átlag életkor az nem csökken, hanem inkább nő. A fiatalokat bevonzani ebbe, és ennek a legjobb módja az, hogyha egy ilyen eseményet, akár borversenyt, akár borkóstolást, akár bármilyen más rendezvényt a fiatalok számára is nyitottá teszünk, és megpróbáljuk őket egyrészt megismertetni ezzel az egésszel, a kultúrát borfogyasztással, és hát egy kicsit a borlovagrendnek az életével is. Az a nyitás, amit tervbe vettetek már, mint hogy kiszélesíteni azt a kört, aki részt vesz ebben a munkában, az hol tart? Hát a pandémia miatt azért ez nem olyan léptékkel halad. Tehát ez nagyon nagy érvágás volt, hogy most már idestől a 2 éve a legtöbb rendezvényünk elmaradt, tehát mind a tavasziak, mind az ősziek. Nyáron pedig nekünk igazából csak 2 rendezvényünk szokott lenni. A borversenyt is azért hoztuk le, mert elmaradtak a tavasziak. Tehát igazából nem nyára a forró melegbe valók a borversenyt. Világos. Tehát emiatt nyilvánvaló, hogy csak részeredményeket, de most is a 2 fiatalt fogunk avatni. Tehát a következő... A következő rendezvényünkön augusztus 19-én öreghegyen 2 fiatal. Igen, tehát ezt szeretném mondani, hogy sajnos az országos találkozó az elmarad az idén, amelynek igen. keretében általában az Ecsérigetben voltak az új borlovagavatások és a többi, és, de ugye az öreghegyi mulatsághoz szervesen kötődik a Nóihegyiek, nem csak a felvonulás, hanem ott a színpadi jelenlét, illetve egy... köszöntő, ez természetesen meg lesz. Igen. Milyen terveitek vannak ezt követően? Hát nagy szomorúsággal vettük tudomásul, a bizonytalanság miatt nem mertünk rászervezni augusztus 20-ára az országos rendezvényre, hiszen ahhoz egy ilyen rendezvény megszervezéséhez sokkal nagyobb időtáv kell, előkészület kell, mint mondjuk az Öreghegyihez. Az Öreghegyi az egy megyei szintű rendezvény, tehát a megyei borlovagrendeket hívjuk meg. A 20-é az országos szokott lenni, ott akár 40 fölötti borrend is össze kell, hogy jöjjön, és ez akkora adminisztrációt és egyéb dolgokat igényelt, hogy a bizonytalanság miatt nem vállaltuk ezt az idénben. A következő rendezvényünk nekünk, ami így szokásos rendezvények sorába tartozik, az a Mártonnapi új bormustra. Azt mindenképpen szeretnénk hasonló, legalább annyira, mint tavaly megrendezni. Tavaly úgy sikerült, hogy a lezárás előtti utolsó pillanatban, még az utolsó napon voltunk, és az sikeres volt, senki nem fertőződött meg. Remélem, hogy az idén is ezt meg tudjuk rendezni, mert az mindig egy
olyan esemény, ami tényleg az új borokat bemutatja, üdvözli, örül nekik, és esetleg tanácsokat ad azoknak, akik még javíthatnak rajta. Az Öreghegy most az otthonotok, az Öreghegyi Közösségi Ház, ez változni fog várhatóan? Mert hogy ugye mi hozzászoktunk a pincéhez, nyilván a borászok mindannyian, történt-e előrelépés, történik ebben a jövőben? Hát a pince az most úgy néz ki, hogy hosszú távon nem fog visszatérni, ennek több oka is van, de hogy a kultúrház marad-e, én szeretném, ha maradna, mert olyan szempontból jó hely, hogy aránylag könnyen megközelíthető, nincs messze a helyszíneinktől, ahol például a 19. rendezvényt szoktuk lebonyolítani, úgyhogy ilyen szempontból én nem bánnám. Nem tudom, hogy a kultúrház átalakítása, mert volt történtek ott is a pandémia alatt átalakulások, hogy ez érinteni fogja ezt, hogy mi ott tudjunk maradni, de a pincére én most rövid távon nem látok. Jó, megoldást. Tehát megkezdődik a szüret, ugye változékony volt az időjárás, tehát nem lehet egy-egy helyre koncentrálva elmondani, hogy milyen termés várható, de úgy általában azért itt a Mezőföld szívében azért visszatért a jó idő. Ennek tükrében milyen lesz a termés, mit gondolhatunk? Soká van még, mire amúgy bent a hordókban, de azért egy kicsit beszéljünk róla. Ugye az előzmény az, hogy hasonlóan a pandémiához az időjárás is elég megszorította itt az első negyed évet, amikor a tavaszi hónapoknak kellett volna rügybe, virágba borítani a szőlőket is. Hát legalább 3 hét, azt mondják a hozzáértők, hogy 3 hét csúszásban volt a természet, hiszen nagyon hűvös volt az idő, tényleg a gyümölcsfák is a szőlőhöz hasonlóan sokkal később kezdtek el levelet is bontani, meg virágot is. Most meglepően annyi csapadék akkor nem esett, mint amennyi kellett volna, tehát még csapadékhiány is volt. Szerencsére a szőlő az egy picit jobban tűri a szárazságot, mint mondjuk a egynyári növények, tehát egy napraforgós, a több, hiszen jóval mélyebb a gyöker a szőlő, akár 10-15 méterre is le tud menni talajtól függően, de azért a csapadékhiány azért látszott. A mostani csapadékos időjárás az elmúlt hetekben az nagyon jót tett a szőlőnek, tehát úgy látjuk, hogy ha az időjárás most egy picit marad ilyen, és ez a naposabb, de nem az a tikkasztó, és nem lesz nagyon nagy csapadék, ami újra esetleg kártevőket vagy a gombákat serkenteni, akkor egy elég jó évjáratnak nézhetünk elébe. Én ebbe bízom. Mi is. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, és hát jó munkát a születhez mindnyájatoknak. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, az Agrárinfót látták, vendégem Dínyes Ferenc volt, a Neuhegyi Szent István Borlovagrend nagymestere. Köszönöm figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!